Sziasztok, Dáj vagyok. Üdvözlünk mindenkit az LNDHQ-ról, természetesen a kamera mögött most is Mandy. Sziasztok! És nézzük akkor a stratagemekkel foglalkozó tiranida sereg bemutatónak a második részét. Ugye eddig volt szó a felejtsd el, mert nem jó stratagem, én szerintem, illetve a tudjál róla, hogy van ilyen, de nem fogod minden csatában használni stratagemekről. Vagy legalábbis, ha csak nem úgy építetted a sereget, meg nem jöttek elő azok a szituációk, amikor hasznos lehet. És most nézzük azokat, amiket egészen szimplán egyszerűen, ha tiranida játékos vagy, akkor tanuljál meg. Tudjad akkor is, amikor sereget építesz, tudjad akkor is, amikor játszol, mert ezek a stratagemek teszik a seregedet egyedivé, és ezek a stratagemek tudnak neked olyan ellenfelekkel szemben is előnyt jelenteni, akik esetleg a unitjaidat ismerik, tudják, hogy mivel akarsz lőni, mivel akarsz verekedni. Ha ezeket használod, akkor viszont meglepetéseket tudsz okozni, illetve a már egyébként is erős egységeidet még tovább tudod boostolni, még hatékonyabbak legyenek. Nézzük is akkor, hogy mik ezek. Én ebbe a kategóriába soroltam a Bounty of the High Fleet-et. Ez ugye vagy egy vagy három CP-be kerül, és a csata előtt kell használnod, és bio-artifacteket vásárolhatsz belőle, extrákat. A figyelmetekbe ajánlom elsősorban az 1 CP-s verzióját, amiért ugye plusz 1 bio-artifactet vásárolhatsz, alapesetben van mindig egy, amit ugye odaadhatsz egy karakternek, ha ezt elhasználod 1 CP-ját, akkor vehetsz még egyet, ha pedig 3 CP-jel használnád el, akkor vehetsz még kettőt. Ugye tiranidák vagyunk, nálunk jelentős mennyiségű bataliont, akár brigédet, vagy brigéd bataliont össze tudunk rakni 2000 pontból, tehát magyarul CP-nk annyi van, mint a szemét igazándiból, és eddig nem voltak jó artifactjeink, azt tudom mondani, mert talán egy-kettő volt, nem is igazán használtam ezt, bevallom őszintén, tehát alapjáton csak kettes kategóriás lett volna. Most viszont kaptunk az új könyvben egy baromi erős reliket, az nagyon jó, tényleg nagyon jó, és kaptunk kettő másikat, ami, ha van rá olyan egységed, aminél van olyan eszköz, vagy akinél az hasznos, az is borzasztó hasznos. Innentől fogom már azt mondom, hogy szerintem a kettő relik mostantól kötelező, és nem tartom kizártnak, hogy valamikor lehet, hogy még az a 3 CP is megéri a 3-ért. De a 2 az biztos, hogy kötelező, úgyhogy ezt tudjad, és szerintem ezt használd, és hozzad azokat a relikeket, amik hasznosak tudnak lenni a seregedben. Szintén ide tettem ugye az 1 CP-s alapstratagemet, ez a Commandment Reroll, vagy Command Reroll, ezt valamilyen mindig Commandmentnek mondom, nem tudom miért. Command Reroll, ez ugye egy single dice-t újra dobhatsz, ez szerintem minden seregnél baromi fontos, a tiranidánál különösen, mert nagyon kell a rohamra, nagyon kell a sebzésre, nagyon kell a mentőre, a katalisztra, mindenre nagyon kell, úgyhogy tudjad, hogy van ilyen, de ezt egyébként minden sereggel tudjad. Nem is kérdés, hogy ebbe a kategóriába kell. Szintén ebbe a kategóriába került a másik, még nem említett alapstratagem, ez a counteroffenzív, ugye ez 2 CP-be kerül, és azt tudja csinálni, hogy miután az ellenfeled egyik rohamozott egysége harcolt, akkor megszakíthatod a normál asszolút fázis menetet, tehát nem az ő következő rohamozott egysége jön, hanem te kijelölhetsz valakit, aki támad. Nagyon fontos, hogy az erős míri egységeink ne pusztuljanak el, csak azért, mert nem tudnak ütni. Tehát ahogy az ellenfél elköveti azt a móhóságot, hogy kettő valamivel rohamoz, kettő olyan dolgot, vagy akár egy olyan dolgot, ami mírivel erős, azonnal a 2 CP-t nyomjátok rá, és mindenképpen hozzatok ki a lehető legtöbbet a míri egységeitekből, mert ha azok meghalnak úgy, hogy nem tudtak ütni, akkor iszonyatos mennyiségű pontotok ment a szemétbe. Úgyhogy counteroffenzív minden esetben, amikor bármi olyat ütnek, ami egy kicsit is mélyébe vissza tud harapni. Aztán következő, szintén 2 command pont, ezt szerintem nagyjából minden csatánban láttátok, vagy legalábbis majdnem mindegyikben, single-minded annihilation. Ez azt tudja csinálni, hogy egy darab tiranid infantival a shooting phase-ben, a shooting phase-nek a végén újra lőhetsz. A hardcardoknál borzasztó hatékony, illetve amikor előrántasz mondjuk 30 darab termagántot, akiknél freshborerek vannak, és mondjuk tudnak lőni 90-et, és azok hirtelen mondjuk lőnek még egyet, nem freshborerek, de burerek vannak, és azok hirtelen a kör végén lőnek még egyszer 90-et, akkor azért az ellenfél az megkönnyezi ezt a dolgot erősen. Úgyhogy nagyon jó tud lenni elsősorban erre a két egységre, de bármilyen infantrira, ami tud lőni, hasznos, hogy a kör végén újra tudod lövetni, illetve ez megint az a kategória, hogy egyszerű, mint a faék, tehát ezzel nem kell sokat gondolkodni, fogod magad és újra löveted a legerősebb infantri egységedet. Tudja, hogy van ilyen, és használjad folyamatosan. Következő 1 command pont, Power of the Hive Mind.
ezt a Psychic Phase-et végén kell használnod, kijelölsz egy Tyranida Psyker-t, aki azonnal tud varázsolni még egyet. Marha jó akár egy ilyen vész katalisztre, akár egy sima smite-ra, akár bármi, egy Psychic Scream-re, tehát bármi olyanra, amit nem tudtál elnyomni, mert volt valami fontosabb dolgod, vagy ha ugye több fontosabb dolgod van, akkor mindig tudjál róla, hogy van egy ilyen kis Jolly Joker a Psychic Phase végén. Egy CP-re a hülyének is megéri, hogy még egy Psyker-t varázsoljon még egyet, ami fontos, hogy ez nem mentesít az alól, hogy ugyanazt kétszer nem lehet kasztolni, tehát csak olyat nyomhatsz, ami még nem volt, és nyilván ezáltal ugye a Psyker sem használhatja ugyanezt kétszer, tehát sereg szinten, se modell szinten nem próbálhatod, nem csak meg sem próbálhatod ugyanazt a varázslatot kétszer elmondani, ettől függetlenül még mindig top kategóriás, mert olcsó, és az nagyon jól tud jönni, hogy plusz egyet tudsz még harapni, vagy plusz egy valamit ki tudsz még nyomni magadból, amit egyébként nem tudtál volna. Aztán egy command pont szintén, Metabolic Override. Ezt kevesen használják szerintem, vagy nem tudom, én nem láttam, hogy túl sokan használnak, lehet, hogy azért, mert movement phase-be kell használni, és ott viszonylag keveset szoktunk használni. Illetve azért, mert van egy kellemetlen mellékhatása. Ez azt csinálja, hogy amikor mozgatsz egy tiranidát, ugye lemozgattad szépen, ha akartad, leadvanszoltattad, és egy command pontért azt mondod neki, hogy akkor ezt most lejátszol újra. Tehát újra mozog, újra advanszol. Ezután dobni kell neki annyi kockával, ahány modell van a unitban, és minden egyesért kapott egy mortal wound-ot. Tehát 30 fős osztaloknál csak ésszel, vagy legalábbis számítsál rá, hogy most akkor egy 5-6 srácnak búcsút mondhatsz, illetve most megvan az a negatív hatása, hogy ezután se lőni, se rohamozni nem tud az egységed. Tehát ez arra jó, hogy menjél, mint a bolond, de arra viszont nagyon jó. Tehát az, hogy tudsz menni, és ha dobtál egy jót advance-ra, akkor ugye ezt ilyenkor nem dobod újra, hiszen kétszer advance-olni egy körben a szabályok szerint nem lehet, viszont azt mondja ki ennek az FAQ-ja, hogy ilyenkor az az advance, amit dobtál az első mozgásodra, az a te movementeddé válik. Tehát meg tudod azt csinálni, hogyha mondjuk a hormagántokkal mentél ugye alapjáraton 8-at, meg dobtál egy 6-os, mentél 14-et, ezt rájuk rakod, és megint mész 14-et. Igaz, hogy te nem tudsz csinálni semmit, de basszus 28-at mentek azok a kis dögök, azok ha szélspiccelnek, így be is fogták a pályát. Vagy ha van valami olyan infantid, ami inkább perekedős, és menne előre, és nem fog rengeteg mortál módot kapni, akkor az szintén használja nyugodtan, pont arra teljesen alkalmas, hogy előre tudjon menni, és a következő körben majd szét tudjon szedni mindenféle dolgot. Objektívát fogjon, linebreaker-t csináljon, ellenséget körbeálljon, deep strike-ot denialjon, ezer minden dologra jó a pozícionálás, úgyhogy ne felejtsétek el, hogy ez van, és ez minden high fleet-nek van. Ellentétben majd azzal a másikkal, most ott van az asztalon. Aztán, Voracious Appetite. Ez egy CP-s, és szerintem ezt egy normál tiranida játékos, vagy egy normál ember az betette volna ide a kettes kategóriába, hogy tudjál róla, hogy van. Én viszont ezt borzasztó fontosnak tartom, ugyanis ez azt csinálja, hogy az összes failed wound rollt egy tiranida monsternél vagy karakternél újra dobhatsz. Ugye nekem jellemzően Swarmlord, Trigon Prime, ilyesmik, nagy dögök, azok mennek előre és ütnek. És borzasztóan utálom, mikor egyeseket dobok to woundra, meg ketteseket dobok to woundra. És ezzel a cuccal, ezzel meg tudom azt csinálni, hogy az összes failed tubundot ugye újra dobáljam, ráadásul nagyon jól együttműködik az Adrenal Surge-el is, tehát fázis végéig hat, hogyha ezt újra harcoltatod ezt a lényt, akire ezt ráraktad, akkor a újra harcolás során is újra fogja dobálni a failed tubundjait. Nagyon hasznos, talán jobb lenne, ha itt lenne, de mivel én szarul dobok, nekem ez a must have kategória. Következő 2 CP, ezt is láttátok tőlem rengetegszer, Pathogenic Slime, nincs igazán mit hozzáfűzni, Tyranid Monsterre lehet mondani, Shooting Phase-ben és a damage karakterisztikáját a fegyverének egyel meg lehet növelni. Csodálatos, nagyszerű, akár a Tyranofex-nek a lángszórójával, akár a nagy puskájával, akár ugye akire én használom rendszeresen az Exocrine, hogy hármakat tudjon sebezni, de még akár egy Flying High Tyrant-nek is a kettőket tudjon sebezni a géppuskája, most itt a neve nem jut eszembe, amivel rengeteget tud lőni, nagyon jó tud lenni az, hogy hirtelen primarisokat mondjuk le tudsz kapkodni, amikor egyből kettőre növelsz, vagy nagyobb lényeket sokkal jobban tudsz bontani, amikor mondjuk kettőről háromra növelsz, mert ugye ez jó kalkulálható, ezt azért szeretem nagyon, mert ugye nem D6 plusz 1, mint mondjuk a nagy puskája a Tyranoflexnek, hanem fix 3, amivel sokkal jobban tudsz dolgozni, szerintem matekolni, mint amikor van benne egy jókora random is.
Aztán egy darab command pontért feeder trend deals. Ezt én rendszeresen elfelejtem, és nagyon utálom magamat érte, hogy elfelejtem. Ugyanis ez az egyetlen módja annak, hogy a tiranida CP-t kapjon. Tehát nekünk nincs ilyen 5 pluszra dobálok, meg alapból a kapok, meg mit tudom én, milyen CP-s okosságunk. Viszont itt van a feeder trend dealsünk, amit egy Lictorra, Toxiconra, vagy Venontrope-ra és Gene Stealerre lehet rámondani. Ebből nyilván a Gene Stealer a legfontosabb. Amikor ez megöl egy ellenséges karaktert, fight phase-ben kizárólag, tehát nem lehet lelövöldözni, akkor D3 command pontot kapsz egy command pontért, tehát legrosszabb esetben is visszahozta az árát, átlagnál kaptál egy CP-t, jó esetben pedig kaptál két CP-t, és mivel mi máshogy nem tudunk CP-t visszakapni, meg nyerni, ezért abszolút must have, hogy ezt tudjad. És ahogy megöltél egy karaktert, rögtön nézd meg, hogy mi ölte meg, és hogyha a Toxicon, Gene Stealer, a Lictor vagy a Venontrope, akkor abban a pillanatban feeding trendyelsz, és próbáljál CP-ket szerezni. Jó, ugye igen, az alapoknak a végére maradt az Adrenal Surge, 3 command pont, borzasztó drága, de még mindig azt mondom, hogy undorítóan erős, ugyanis a tiranidáknál ez az újraharcoltató zsdi, ez bárkire vonatkozik. Tehát nem kell kornak lennie, meg nem kell infantrinak lennie, meg nem kell nem tudom minek lennie. Megfogsz egy tiranida unitot, aki harcolt ebben a fázisban, 3 CP-n rányom az azt, hogy újraharcol, pont kész, ennyi. Nem kell rajta ezen sokat gondolkodni, egyszerű történet, és mivel tele vagyunk jó méri egységekkel, akik imádnak verekedni, ráadásul ugye konszolidáltál, meg pálineltél, meg okoskodtál, meg berántottál másokat, nagyon nagy pusztítást lehet vele csinálni, akár azért, mert sokan van és sokat üt, akár azért, mert egy valami, ami marha nagyot üt, csak akkor valami olyat fogjál meg vele, aminek sok a HP-ja. Jó, és akkor nézzük az újakat. Ez a plusz egy, ez a Progeny of the Hive. Ugye mondtam nektek az elején, hogy 47 plusz 1 stratagemünk van. Az új könyvből származik a plusz 1, a Blood of Baal-ból. Ez azt csinálja, hogy egy physiology-t választhatsz magadnak. Ugye ez egy teljesen új rendszer, összesen 2 darab physiology-t lehet seregenként. Az egyiket úgy kapod, hogy lemondasz a Warlord trait-edről, tehát hogy a Warlordodnak nincs Warlord trait-je, nem választasz neki, akkor választhatod ezt az adaptive physiology-t, ami azt csinálja, hogy vagy egy infantry-ra, vagy egy monsterre rámondod, és van 10 darab képesség, ami közül választhatsz. Ez a másik módja, hogy szerezzél ilyet, ez egy darab CP-be kerül, ez szintén agyament autóték lesz, tehát már úgy csinálj mindig tényleg, hogy a sereget, hogy egy CP-t rögtön lebontál ezért, hogy ezt a stratégiát lehasználd, ugyanis akkor megint választhatsz egyet, ugyanarra nem rakhatod, de egy darab infantry-re vagy egy darab monsterre egy ilyen physiology-t rárakhatsz, ezek közül vannak nagyon jók. És nagyon jó, mert extra flavort ad, extra ízt ad a seregednek, olyan dolgot tud hirtelen valaki csinálni, amire az ellenfeled nem számít, hogy tudja csinálni, tehát abszolút, ez nagyon tetszik az új könyvben, nagyon jó dolog. Nézzük a többit, azt mondja, egy CP-ért, azt nem mondtam, egy CP ez is, tehát viszonylag olcsó is. Symbiotic Devastation, na, ez egy exocrine specifikus egy CP stratagem. Az Exocrine azért is marha jó, mert a Chapter-approved-ban, ha jól emlékszem, olcsóbb lett, számomra érthetetlen módon. Ráadásul kapott egy új stratagemet is. Ráadásul ez a stratagem azt tudja, hogy ha ráteszed a shooting phase elején egy Exocrine-re, akkor az úgy minősül, mintha nem mozgott volna. Tehát megszüntették az Exocrine-nek az egyetlen hátrányát, ami az volt, hogy nem bírt hátrálni normálisan, ha mentek felé, tehát nem bírt elfutni. Illetve nem tudod közelebb menni, hogyha minden meghalt a lőtávján belül, anélkül, hogy a sebzési potenciálja a lövés fázisban drasztikusan ne csökkent volna, hiszen olyankor nem kapja a plusz egy tweetet, illetve nem kapja azt sem, hogy duplál lőhet. Na most ezzel az egy CP-s kis vacakkal megoldod azt, hogy már is visszakapta azt, hogy duplál lőhet, és már is kapja a plusz egyet, ugyanis nem azt mondja, hogy a heavy, meg a nem tudom minél nem számít, hanem egyszerűen until the end of the phase, that unit is treated as not having moved in your movement phase. Tehát abszolút nem mozgott a movement fázisodban. Tökéletes. Az Exocrine-nek pont ez hiányzott. Mostantól biztos, hogy még több lesz a tirányos seregekben. Akkor van egy olyan itt nekünk, hogy Synaptic Channeling. Igen, ezt a Psychic Phase-edbe kell csinálnod, High Feet Psyker-re. És azt csinálja igazándiból, hogy az a high-feed psyker, akire ezt rámondod, az az összes az asztalon lévő, ugyanabban a high-feedbe tartozó psykernek hirtelen megtanulja a power-jeit.
tehát ettől nem fog többet kasztolni, viszont ha bárkinek van olyan powerje, ami neked hasznos lenne a csatatér egy másik pontján, akkor ezt elnyomod, és egy CP-ért már is az összes cuccot fogja tudni, aki az asztalon van. Nagyon hasznos tud lenni szerintem ez is, mert a varázslataidat tudod rakosgatni ide-oda, egy CP-ért viszonylag olcsón. Ráadásul ugye, ha esetleg kellene valami olyan, mondjuk egy neurotrópnak, ugye neki az a nagy hátránya, hogy a smite mellett csak egyet tud, ezt rárakod, és már is nem csak egyet tud, hanem tudja az összes olyat, aki azonos high fleetbe vele psyker, és az asztalon van. Tök jó tud lenni rá. És csak egy CP. Na, azt mondja, egy CP szintén ez az agresszív adaptation. Amikor én ezt megláttam, én nagyon örültem annak, vagy nagyon reménykedtem abba, ugye ezt hamarabb mutatták, ezt a stratagemet, mint miatt a könyv kijött volna. Azt hittem, hogy ilyenekkel leszte le a könyv. De ez egy van benne. Ez azt csinálja egy CP-ért, hogy amikor megöltél valakit a fight phase-ben egy egységeddel, akkor ezt rámondhatod, és annak az AP-ja egyel javul. Tehát az AP 0-ból AP-1 lesz, AP-2-ből AP-3, stb. De az egész csatára. Tehát én nagyon reménykedtem benne, hogy tele lesz olyan stratagemekkel, ami hogyha valamit ügyesen megcsinálsz, akkor utána kapsz egy valami permanens bónuszt, mert ez ilyen tök tiranidásnak hat szerintem. Sajnos egyedül csak ez egy ilyen stratagemünk van, de ez is tökéletes arra, hogy akár a Genestealerek, Kormagántok, bárki, aki ugye verekszik elől és kell neki azért az AP, hogy ki tudja bontani a 2 pluszos, meg 3 pluszos páncélokat, az ezt hatékonyabban tudja csinálni, egy CP és a csata végéig hat, tökéletes. Azt mondja, hogy akkor nézzünk egy két CP-set, ez a Psychic Fisher, ez azt csinálja, hogy az ellenséged Psychic Phase-ébe tudod csinálni, hogyha aki kasztol, ugye itt már az előző részben beszéltem nektek egy olyanról, ami azt hiszem a Kronosznak volt a specialitása, hogy el tud venni egy kockát az ellenséges Psychic-ektől. Na, ez két CP-ér, nem a kockát veszi el, hanem hogyha egy Synapse lényettől 12-n belül ront egy Psychic tesztet az ellenfél, az azonnal kap D3 Mortal Wound-ot. Ráadásul, ezt ha jól gondolom, miért gondolnám jól, együtt tud működni a Kronosznak a Warlord trétjével is. Tehát, hogyha valaki a Kronosznak a Warlordjától 12 incsen belül ront egy Psychic tesztet, és te ezt 2 CP-ért kijátszod, az 2D3 Mortal Wound-ot fog kapni, ami hát bőven elég arra, hogy egy kisebb Psychic-et el is vigyel rögtön a francba. Aranyos tud lenni nagyon, és ami jó benne, ugye, hogy itt már nem vagy a Kronoszhoz kötve, tehát amikor úgyis be fogsz tolni egy Swarm Lordot, úgyis be fogsz tolni egy Flying Hive Tyrantet, valamit az ellenfél szájába, ugye, ami Synapse. Hogyha ott mellette elkezdenek varázsolgatni, akkor figyelj oda, hogy ahogy egyet elront, már rögtön csapjad is oda a Psychic Fisher-t, és az a Psyker hadd sertődjön szépen D3-akat. Igaz, hogy két CP, de szerintem akkor is bőven megéri. Na, és akkor van egy ilyen nagyon összetett, ezt a végére hagytam, mert ezt még én is ugye értelmezgetem. Ez egy CP, és ez a Hunter's Drive nevezetű történet. Ezt a charge phase-edben kell használnod egy High Fleet egységedre. És arra jó, hogyha... Igen, ezt, hogy mondjam ezt egyszerűen. Tehát ez egy ilyen előre gondolós történet, hogyha... Ugye, kezdjük az elejéről. Van egy olyan alapszabály, hogy azt soha nem lőjük, amit meg akarunk rohamozni. Igaz? Hiszen az ellenfél fogja magát, és amikor lövöd azt, amit majd rohamozni akarsz, le fogja szépen kapkodni a modelleket előről, és meg fogja növelni a charge távodat, és el fogod rontani a rohamot. Na, ez ennek az inverse olyan szinten, hogyha belelősz egy Synapse egységgel egy ellenséges egységbe, és legalább egy wundot, vagy legalább egy modellt megölsz, akkor kijátszhatod ezt a charge phase-edbe, ugye le fogja venni előről, hogy neked növekedjen az akármi, de a rohamtávolságot, de hogyha ezt kijátszod egy high fleet egységedre, tehát mondjuk a Genestealerekre, akik éppen mennek elő rohamozni, akkor azok nem 2D6-tal fogják ezt az egységet rohamozni, akiből legalább egyet lelőttél, hanem 3D6-tal, és kidobhatják a legkisebbet. Tehát pont azt a hátrányt veszi el, ami miatt nem szabad lőni olyan egységet, amit rohamozni akarsz, mert ugye le fogja szedegetni a modelleket. Ha egyet is leszedett, tehát ez a fontos, hogy csak csíp meg, tehát ettől még ne akarjad kiírtani, mert ha sokat leszedsz belőle, akkor elveszted ezt az előnyt. De ha csak egyet lecsippentettél, az azt jelenti, hogy nyertél plusz D6-ot a rohamtávodhoz egy darab CP-ért.
ami szerintem marha jó tud lenni. Okosnak kell lenni, és már a shooting phase-be kell ugye tervezni a dolgot, de pont arra való, hogy csíp meg az egyik egységet, egyet szedjél le róla, és utána azt az egységet nagyon csúnyán be fogod tudni rohanni. Itt is természetesen van egy olyan megkötés, hogy legalább egy modellt egy incsen belülre kell a rohamozók közül tenni, tehát nem fogod tudni azt csinálni, hogy lecsípsz valakiből egyet, aki marha messze van, jó, bejelented, aztán majd dobod a 3D6-ot és örülsz, hanem ez csak akkor működik, hogyha azt az életűt azt el is érted. Különben a roham automatikusan fél át. Jó, és akkor még egy darab stratagem maradt, ami ugye egy high feet specifikus stratagem, ez a Krakennek a stratagemje, számtalanszor láttátok, ahogy használtam, mert ugye nagyon sok Krakent játszom. Egy command pontba kerül, a movement phase-be kell használni, és ugye azt csinálja, hogyha nem flyos az osztag, és erre figyelj, mert én ezt gyakran elrontottam, hogy néha neurotróp is elkezdett nekem opportunisztikadon szólni, ami nem volt szabályos. Tehát ha nem flyos az egységed, akkor ezt elrakhatod, és azt csinálja, hogy megduplázza a advance-nak a kockáját, amit dobtál. Ugye a Krakennek meg az a sajátja, hogy 3D6-tal dobja az advance-ot és kiválasztja a legnagyobbat. Ezzel a stratagemmel egy darab CP-ért marha könnyen el tudod érni, hogy a srácod, aki éppen advance-olt, az a mozgása plusz 12-t tudjon menni, ami marha sok, chainstealernél nagyon jól jön, ugye megy előre, advance után is rohamoz, kifejezetten jó használható, ez szintén must have, és én még mindig azt gondolom, hogy a Kraken, mint high fleet is must have, hiába a könyv, meg hiába az új high fleetek, amikről nem most fog beszélni egy következő ismertetőben. Még mindig szerintem a Kraken és a Kronosz a két legerősebb high fleet, főleg azért, mert a varázslataik is nagyon jók lettek, a stratagemjeik továbbra is jók, és nagyon jól kombinálható szerintem úgy a Tyranida, hogy legyen egy erős lövős, meg egy erős ütős bandád. Nekem legalábbis ez a kombináció gyakran bejött, úgyhogy továbbra is ezt gondolom, de haladunk majd tovább a Tyranida sereg ismertetőbe, és akkor el fogom nektek mondani azt is, hogy ugye milyen új warlord-réteket, milyen új relikeket, illetve milyen adaptációkat, meg milyen mindenféle okosságokat kaptunk. Most megköszönöm a figyelmeteket, és várlak titeket a következő résznél is. Sziasztok!